Napokkal ezelőtt látott napvilágot az a szakmai előterjesztés, mely az idei évi érettségi vizsgák átalakításáról szól. A tervezet értelmében idén csak írásban kell számot adni tudásuktól az érettségizőknek, illetőleg az előrehozott vizsgákat tevőknek. Sümegi József igazgató azt mondja, szakmailag támogatni tudja az elképzelést. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben mindenképpen jó döntés, hiszen az írásbeli vizsgák megszervezhetők, biztonságosan megszervezhetők. Gondolok itt a diákoknak az egészségére és a felügyelő pedagógusokére, az sem mindegy. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az írásbeli érettségi vizsgával is megfelelő módon lehet mérni a gyerekek tudását, hiszen ha a pontokat nézzük, a pontarányokat nézzük, akkor a szóbeli vizsgával már csak szépíteni lehetett eddig is az írásbelinek az eredményét. Zömében az érettségi vizsgának az eredménye az az írásbeli feladatokkal már eldőlt. Tehát én azt gondolom, hogy az egészség megőrzése a legfontosabb, és a megelőzés a legfontosabb szempont, és én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jó döntés volt a szaktárca részéről, hogy az írásbeli érettségi vizsgákkal a gyerekek érettségi bizonyítványt szereznek. A vírusjárvány akkor érte a magyar oktatás ügyét, amikor a végzős tananyagot már leadták a pedagógusok, és alapvetően a vizsgára való felkészülésre összpontosítottak. Az ismétlés része és a begyakorlás része maradt tulajdonképpen az online formára. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fő időt és a fő hangsúlyt azt az érettségére felkészülők kapják most. Hiszen nem csak a végzősek érettségiznek, hanem nagyon sokan tesznek előrehozott érettségi vizsgákat is. Tehát ez érinti a 10.-11. évfolyamos tanulókat is. Tehát rájuk fektettük a nagyobb hangsúlyt, eddig legalábbis, és én azt gondolom, hogy ha valaki ezt komolyan vette, az otthoni felkészülés, azokat a feladatokat, amelyeket kapott, azokat rendszeresen visszaküldte, bekapcsolódott az online órákba, akkor fel lehetett erre az érettségi vizsgára is, vagy fel lehet erre készülni. Mi most jelen pillanatban az ismereteink alapján, tehát az a szűk ismeretanyag alapján, amit az írásbelivel kapcsolatban hallottunk, ezt úgy tudjuk megvalósítani, ugye egyébként sem lett volna a nagyobb írásbeli tárgyaknak a napján tanítás nálunk. Tehát a magyar matematika és a történelem napján, tehát a hétfőket szerdán semmiképpen nem szoktunk tanítani. Tehát ugye ez érint mindenkit. A többi érettségi tantárgy egy bizonyos részét az érettségizőknek, viszont az egész intézménynek az infrastruktúrája rendelkezésre áll, tehát el tudjuk helyezni a gyerekeket úgy tantermekben, hogy egy tanteremben viszonylag kis létszámú gyereket teszünk be, ugyanakkor a pedagógusokat pedig megpróbáljuk úgy óvni majd a fertőzés veszélyétől, hogy használnak majd nyilván maszkot, kesztyűt a dolgozatok összeszedésénél, illetve a higiéniai előírásokra. Ezeken a napokon én úgy gondolom, hogy még nagyobb hangsúlyt kell tennünk, akár a mosdóknak a rendszeres fertőtlenítésére, kézmosási lehetőségre közben, ha valaki kijön. Tehát én azt hiszem, hogy biztonságosan megszervezhető az írásbeli vizsga.